hangszerfelismeréssel kezdődött az értékes barangolások elnevezésű vetélkedő harmadik középdöntője a megyeházán. Emellett a népművészet, az épített és természeti örökségeink, a gasztronómia, híres emberek vagy éppen a hungarikumok témaköreiben kellett megmutatni tudásukat a diákoknak. Timiék az Rényilon a gimnáziumból érkeztek. Mindig is érdeklődőek voltunk, és maga a téma fogott meg minket. Közösen készültünk fel, mivel mindannyian kollégisták vagyunk, gyakran összeültünk és a felkészülési segédletet is lapozgattuk. A verseny nagyon népszerű volt, hiszen összesen 69 csapat jelentkezett a megyéből. A megmérettetésre nagyon komolyan készültek a diákok. Nyugodt szívvel mondhatom, hogy nagyon felkészültek voltak a gyerekek. Tehát mi is örömmel tapasztaltuk azt, hogy úgy jöttek el ezekre a középdöntőkre, hogy valóban tudást birtokoltak, olyan tudást, amely megmutatható tudás volt és érzékelhető tudás. Úgyhogy a zsűri tagjaival bizony sokszor mi is meglepődtünk azon, hogy egy-egy csapat mennyire felkészült és mennyire aktív és mennyire ügyes. Úgyhogy látszik, hogy maga a téma az egy olyan téma, ami iránt fogékonyá lehet tenni a fiatalokat, a gyerekeket. Úgyhogy bízunk benne, hogy ez most ugye az első vetélkedő, de nem ez lesz az utolsó majd itt a vetélkedők sorában, úgyhogy reméljük, hogy jövőre találkozunk egy hasonló sorozat alkalmából. A vetélkedő a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával valósul meg. A Hungarikum törvény alapján a megyei önkormányzatok az a koordináló szervezet, amely számon tartja, rendszerezi a hungarikumokat, és olyan pályázati kiírásokra is van lehetőség, illetve pályázati programokon való részvételre van lehetőség, amely népszerűsíti ezt a gondolatot. Én azt gondolom, hogy a fiatal korcsoport az nagyon fogékony, és nem véletlenül választottuk a fiatalokat az ezévi pályázati programok célcsoportjával. A döntőn helyezést elérő csapatok az értékes ajándékutalványok mellé állatkerti belépőt is kapnak. A döntőt 3 általános iskolai és 3 középiskolai csapat részvételével február 8-án tartják.